Sziasztok! A router teszt következő része a 10-16-osra fókuszál, pontosabban CCR 10-16-osra fókuszál. Kezdjünk is bele! Alapvetően középkategóriát képvisel a CCR-ekben, kisvállalati, közepes vállalkozások kiszolgálására, esetleg telekomos hálózatok, tehát telekommunikációs hálózatoknak a különböző nódjaira alkalmas lehet bizonyos feladatok elvégzésére. De igazából Attilát bevonnám abba, hogy elmondja, hogy mégis mire való, mire szánták, és mire jó ez a router. Ehhez kezdjünk egy kicsomagolással. Itt még termékmenedzsment szinten annyit hozzátennék, hogy azt érdemes tudni róla, hogy a benne lévő táp az külön rendelhető cikkszámon a Mikrotiknél elérhető. Ez egy 12 volt 5 amperes táp, amivel ha esetleg meghibásodás van, akkor néhány ezer forintból ki lehet cserélni, és mehet tovább a routerünk. Átadom a szót! Ez egy egyszerű kis 1 rack unitos router. Van neki egy darab 10 gigás portja és 12 darab 1 gigás portja. Mivel SFP-k vannak rajta, ezért nem az a tipikus felhasználás, amit az ember otthon mondjuk klasszikus RJ 45-ös vezetékes rezes Ethernettel használhatna. Igazából optikai környezetbe tervezték ezt az eszközt. A tápegységekről még azt is el lehet mondani, hogy a barkácsolók ki tudják cserélni őket DC tápegységekre, tehát ha valaki mondjuk mínusz 48 voltos telkó környezetben szeretné ezt a routert használni, ennek semmi akadálya nincsen, a mainvel gyárt hozzávaló megfelelő tápegységet, amit egyszerűen bele lehet építeni. A router teljes egészében a Tilerának a 16 magos System on Chip megoldására épül, semmiféle egyéb dolgot nem találunk, nincsenek switch chipek, nincsen semmiféle olyan dolog, ami megátolná a portoknak a CPU-val történő közvetlen kommunikációját. Ezen kívül minden olyan dolgot, amit a CCR-eken már megszokhattunk, megtalálunk ezen az eszközön, van rajta egy konzolport, van rajta egy USB port, és van rajta egy SD card slot, amivel külső storage-ot tudunk csatlakoztatni az eszközhöz. Köszönjük szépen az áttekintést! Gergő, mesélj nekünk a mérésről egy szót. A méréseknél ugyanazt a konfigurációt használtuk, mint az eddigi routereknél, mivel csak egy darab SFP plusz portja van ennek az eszköznek is. Tehát egy porton jár befelé a forgalom, és az a forgalom, miután megfordult bent a CPU-ba, ugyanazon a porton távozott a routerből. Ezt ugye vélamokkal szeparáltuk szét kettő felé, hogy ki tudjuk végződtetni a szoftverben, és tudjunk különböző beállításokat fölvenni rá. Akkor mesélj nekünk a mért értékekről, hogy teljesített a routerünk a tesztben. Ugye ugyanazt a mérési sorozatot futtattuk le, mint az eddigieken, és majd a következő routereken fogunk. A topológiának köszönhetően a bridge-es mérés itt szintén kimarad, ezt ugye már korábbi részekben megbeszéltük, hogy ennek mi az oka, erre nem térnék ki, viszont gyorsan utána néztünk a gyári értékeknek. A Mikrotik honlapján 9 és 19 gigabit per szekundumot ígérnek bridge-elt forgalomra. Ugye egy kicsit más nagyságrendek, mint amiket mi mérünk, mi ugye TCP forgalmat mérünk, a gyártói oldalon pedig UDP forgalom van, más-más csomagméretekkel, ezért is van a TOL ígérték, mert a kis csomag és a nagy csomagnál ugye más performanciát nyújt a router. Viszont a rútolást már meg tudtuk mérni, rútolt beállításnál 8,5 gigabitet tudtunk mérni, 1%-os processzor terhelés mellett, úgyhogy kvázi ezt nem tudtuk olyan isten igazából megizzasztani, ezt a routert rútolt forgalom esetén. Utána jöttek a natos és tűzfalas mérések, ami érdekesség, a képernyőn láthatjátok ugye az értékeket, a meszköréd esetén nagyobb sebességet tudott a router átereszteni magán, mint sima accept szabály használatánál, illetve ami még különbség az eddigiekhez képest, azt a tűzfalnál látjátok, hogy már az első két mérés, tehát a 10 és a 25 szabály ugyanolyan sebességet tudott produkálni, és az 50 szabálytól kezdett csökkenni a routernak a performanciája. Ugye most haladunk előre felé a routerekben, mint egyre több processzor, maga egyre több teljesítmény, valószínű hasonló tendenciát fogunk látni a következő részekben is. Fast track használatánál pedig ugyanazt látjuk, mint eddig, maximális kapacitást tudja, amit rútolva is tudott, ugyanannyit tud tűzfal szabályoknál, hogyha a fast track-et bekapcsoljuk. Itt fűzném esetleg hozzá, hogy a mérési metódusról a sorozatunk első részében bőven tájékoztatnánk titeket. Ha nem láttátok, akkor nézzétek meg. Néhány gondolat még a VPN-es mérési eredményekről.
L2 TP-nél már egy igen szép 5,2 gigabites sebességet tudott ez a router produkálni, viszont ami kevésbé volt szimpatikus, hogy amint ezt az, ugyanezt az L2 TP csatornát IP-szekkel betitkosítottuk, körülbelül 10%-ára esett vissza a forgalom. Hát itt a titkosítás megizzasztotta ezt a routert, hiába hardveresen támogatott az IP-szek titkosítás, 5,2-ről durván 580 megabitre esett vissza a sebesség. SSTP és OpenVPN használat esetén, mint látjátok, a 100 megabitet sem ért el a forgalom. A hardveres IP-szek tunnel 500 megabit, ezt sok routernél fogjuk ugyanezt az értéket látni, ennek lehet valamilyen korlátja, amire mi még nem jöttünk rá, hogy miért. Viszont, hogyha itt is kivettük a hardveres támogatást, akkor 170 megabit per szekundumra esett vissza a sebesség. Köszönjük szépen! Akkor, ha jól érzem, akkor mindent elmondtunk, amit lehetett a 1016-osunkról. Szeretném kérni, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, ha nem tettétek még. Egy hét múlva, ugyanitt, a következő routerről fogunk beszélni. A 1036-osról. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!